Szervusztok, kedves hallgatók! Ez a podcast a 101-es szobából 52. adása. 8. évadunkban vagyunk valahol. És ismét egy olyan adással jövünk, aminek külön témája van, és van két meghívott vendége. Az asztal... Nem, inkább Digi, átadom neked a szót. Mutasd be az asztal körül ülőket, jó? Szembe velem ül Áron. Sziasztok! De a vendégekkel. Ja, bocsánat, igen, sziasztok! Szele Tamás ül a balomon. Igen, én külpolitikai és általános újságíró vagyok, jelenleg a huppa.hu és a Cyber Threat Report, valamint az Artist Business munkatársa. Alkalomattán a Német ZDF televíziónak is szoktam segíteni ebben abban. Mellette ül Endre. Kántor Endre, rádiós, gazdasági rádiós újságíró, mondjuk így. Szerkesztő, nem tudom. Hát te tudod, hogy mi vagy. Hát de nincs definiálva nálunk ez annyira pontosan. A Millás reggeli nevű gazdasági rádióműsort csináljuk most már 12. éve. Előtte ez Milliók reggelire volt, korábban pedig Forintos percek, de igazából a Millás reggeli az, ami fémjelzi azt a korszakot, amit most 4-en csinálunk már nagyjából ugyanabban a tempóban. Én bevallom, én a Forintos reggeli azóta, amikor néha elkapom, és akkor, tehát rendszeresen hallgatlak titeket, de hogy azt nem lehet mondani, hogy azóta folyamatosan minden reggel csak titeket hallgatlak, de velem szembe ül Áron. Sziasztok! Mellette Zoltán. Sziasztok! És a legvégén? És a legvégén a... De hát ez hogy kellett volna? Na, igen. És a jobb kezemnél pedig Zsuzsa. Hello, sziasztok! És hát először is boldog új évet mindenkinek. Pedig ezt ki akartuk volna hagyni. Ezt is. És ortodox karácsonyt annak, aki most ünnepli. Igen, az tegnap volt. Így van. Hát van egy mai fő témánk, ami egy kicsit kapcsolódik a boldog új évethez, hogy igazából én az utóbbi időben elég sokat olvastam arról, hogy hogy alakul ma a világ, hogy átalakul, hogy felbomlik a mostani világrend, hogy újfajta szövetségek jönnek létre, és ennek kapcsán gondoltuk, hogy akkor csinálnánk egy ilyen adást, erre hívtuk meg a vendégeinket is, hogy tényleg igazak ezek a híradások, hogy felbomlik a mostani világrend, illetve hát egy kicsit talán a valamelyetök le tudná vezetni, hogy az, ami most van, azt mondjuk a hidegháborútól ez, hogy jutottunk el ide, és illetve, hogy elkezdődött valamiféle felbontás, vagy pedig egyáltalán mi történik most, mire készüljünk. Mondjuk Tamás talán egy kicsit kezdenéd a történelmi, illetve a mai helyzet. Hát, ez egy hosszú adás lesz, hogyha a hidegháborútól indulunk, és ez az első. Bízom a Tamás, hogy hamar eljut már. Szerintem a Tamás az jól el tud jutni, és örülök neki, pont vele beszélgetünk, és az időpont is tök jó, mert ami szerintem 2024-nek az első sarkalatos és teljesen idevágó helyzete az a tájvani választás. És ez pont ugyanezt a helyzetet, tehát ami most Tájvanon van, az pont a második világháború után kialakult helyzetnek a szövődménye, és teljesen jól mutatja azt, hogy a világ hol tart. Hát van egy rossz hívem, nem a hidegháborúnál kezdünk, hanem 1904-ben, amikor Holford Mackinder, brit geográfus, a Királyi Társaság tagja, akadémikus, és még sorolhatnánk, kitalálta a geopolitikai elméletnek nevezett valamit. Ennek az a lényege, hogy az emberiség az ő nézete szerint az úgynevezett világszigeten lakik, ez Eurázsia és Afrika. Ennek van egy szív területe, körülbelül a mai Oroszország, Ukrajna és Közép-Ázsia. Ennek van két külső karéja, ami még azért viszonylag belső vidéknek számít, Európa és Kelet-Ázsia. És ami ezen kívül esik, azok már a tengeri birodalmak, a periféria. És Mackinder odáig jutott el, hogy aki ezt a legbelső területet uralja, az uralkodik a világ felett is. Ő ezt körülbelül abból vezette le, hogy ez a gabonában leggazdagabb terület, tehát innen lehet kontrollálni az emberiség élelmiszerellátását. Tehát azért Afrikában ő járt, de például a Yangtze völgyében ezek szerint nem. Az gabonában meglehetősen gazdag. És gondolom Amerikában sem, ami szintén. Igen. Na, szóval a Mackinder barátunk elméletét szinte mindenhol tapsolva fogadták, pedig hát nagyon nem lehet vele egyetérteni. A geopolitikai gyakorlati átültetést a németek kezdték el, ezt hivatalos ideológiaként is alkalmazták, tehát a német
II. világháborús ideológia egyik eleme volt, de már évtizedekkel előtte is hivatalosan elfogadták, tehát elterjedt nézet volt, sőt államileg támogatott. El tudom képzelni, hogy máshol is gondoltak erre pillanatnyilag. És ez a fontos nekünk. A mostani köztudatban Alekszandr Dugin, orosz ideológus vezette be, aki a már korábban létrejött eurázsianizmus elméletét támogatja, és ennek körülbelül az a lényege, hogy egész Eurázsiát egy hatalom uralja, és ha már ott van, akkor Afrikát is. Na most nyilvánvaló, hogy Dugin ezt a feladatot Oroszországnak szánja, Kínát nem kérdezték meg, el tudom képzelni, hogy Kínában pont fordítva gondolják. Minden esetre ez az egypólusú, kétpólusú, többpólusú világ, ez ebben gyökerezik. Amit most emlegetünk, az már 120 évvel ezelőtt is politikai elmélet volt, hát legfeljebb meg lehet cáfolni, és meg is kell, de nem lehet mereven azt mondani, hogy a világ pólusok köré csoportosul. Vannak gazdasági, politikai, katonai hatalmak, vannak kulturális központok, vannak vallási központok, mindenfélék, de ha minden tekintetbe veszünk, a világ az ember megjelenése óta rengeteg pólusú. Nem mondhatjuk azt, hogy a hidegháború kialakította a kétpólusú világrendet, hogy vegyünk egy példát. Lehet azt mondani, hogy a hidegháború kora a nyugat és a kelet szembenállása volt, bizonyos formában ez igaz. De akkor hova tesszük például a szovjet-kínai viszonyt, akik a Damanszki-szigetért, ami ugye a Margit-sziget fele egy harmada, még lőtték is egymást. És Kína alapvetően kilógott az egész úgynevezett béketáborból, nem véletlenül, nem hagyta magát irányítani. Szóval, ahogy a világ eddig se volt kétpólusú, meg nem volt egypólusú sem, úgy most is nagyon sok pólusú, és a jövőben is az lesz. Most az, amit mondanak, hogy megfordulnak az ellentétek, és nem kelet-nyugat, hanem észak-dél ellentét válható, ez tulajdonképpen csak annak alátámasztása, hogy lehessen valahogy hatalomnak tekinteni, vagy valamilyen hatalmi szövetségnek a BRICS államokat. Amit már egyfajta új KGST, amikor hét sovány tehén feji egymást. Nos, körülbelül erről van szó a BRICS esetében is. Még a leggazdagabb tagállama Oroszország, és az se igazán gazdag. A BRICS ez egy mozaik szó, azt el tud mondani a hallgatóinak, hogy ez mit jelent? Brazília, India, Kína és Dél-Afrika. De most próbálnak bevonzani rengeteg más államot. Ugyanilyen célból hozták létre az oroszok az Eurázsiai Gazdasági Közösséget, ami szintén egy sóhivatal. Gazdasági szempontból köthetnek akármilyen egyezményeket, életképtelen. A valódi piac akár Kazahsztán, akár Üzbegisztán, vagy bármelyik ország számára amúgy is mindenképpen vagy a nyugat lesz, vagy Kína. A világrend nem ilyen furcsa törésvonalak mentén bomlik meg. Hogy meg fog változni, az egészen biztos. Az is biztos, hogy nem egyszerre, az is biztos, hogy nem egy hamar. Nagy valószínűséggel inkább olyan módon fog ketté szakadni, hogy az autokráciák fognak kényszerből összefogni. Ezek ne felejtsük el, egymást is utálják, hiszen ez mind sok-sok kis dudás és ugyanabban a csárdában. Ezek összefoghatnak egymással, alkotatnak alkalmi szövetségeket, tehát kicsit úgy fog majd kinézni, mint a középkori fejedelemségek alkalmi szövetségei egymás ellen. Itt ki lehet alakítani két, három, négy pólusú egymással háborúzó partnereket, ugye mint Orwell 1984-ében, de valójában összesen kétféle ország lesz a világon, az egyikben lehet élni, a másikban kevésbé. Te Tajvant hoztad ide, az mi fog most ott történni, és ez hogy kapcsolódik ehhez a témánkhoz? Miért érdekel minket Tajvan? Hát szerintem nagyon sok szempontból, amit a Tamás mondott, az azért örülök neki, mert nagyjából én is, tehát ez, hogy egy egypólusú, kétpólusú, multipoláris világrend, ez egy ilyen tök érdekes, blikfangos valami, amit lehet mostanában olvasni, és kicsit úgy vagyok vele, amikor ilyet olvasok, mint a Dr. Doomnak, meg ezeknek az embereknek a piac pusztulásáról való jóslatai. Tehát így megjósolják 15 ezerszer, és akkor ha egyszer bejön, akkor utána egy évig mindenki a pajzsán viszi ezeket az embereket, hogy ő az, aki megjósolta a világgazdasági összeomlást. De közben ugye ő gyakorlatilag negyed évente megjósolja, és akkor mit tudom én, bejött neki 15 éven belül egyszer, akkor tök jó. Szóval az a helyzet, hogy a változóban van valóban, és visszatérek Tajvanra, mert nagyon érdekes, és ha azt a álláspontot nézzük, hogy mondjuk gazdaságilag, vagy politikai erőben, vagy katonai erőben ki az erős a világon,
és hogy ez mennyire fog megváltozni, akkor én most nem vagyok szakértő, de amit látok, amit olvasok, abból azt látom, hogy ez nagyon lassan fog megváltozni, és nem fogja csak azért elveszteni az Egyesült Államok az előnyét ezen a téren, mert most éppen két bazi öreg ember fog harcolni az elnökségért, és hogy itt most így csökken a hatalma. Tehát, hogyha gazdaságilag megnézzük, akkor a világ piaca az Egyesült Államokban van, a világ GDP-je minden tekintetben, ország is, meg per capita is, meg vásárlóerő paritáson is az Egyesült Államokban van. Amit említettél, a BRICS az lényegében labdába nem rúg, hogyha ilyen tekintetben nézzük. Tehát Brazília például olyan szintű alacsony GDP-je van, de hogyha Kínát nézzük, Kínának is nagyon alacsony, tehát alacsonyabb, mint Magyarországnak. Ezt nem szabad elfelejteni. És bár vannak jobb mérőszámok már erre, és különböző alternatív gazdasági, közgazdasági mérők, hogy lehet megmérni azt, hogy országban milyen, de azért most ez a féle ökölszabály, amit néz mindenki, a GDP, ez alapján még mi is sokkal jobban állunk, mint Kína, tehát kb. Dupla akkora a magyar GDP, mint a kínai. Tehát ebből a szempontból most a tájvani választások azért érdekes, mert ugye mindig lehet cibálni az oroszlán bajszát, és itt most egy bazi érdekes helyzet van. Amit a Tamás mondottanak, azért örülök, mert az, hogy milyen polarizált a világ, ez ideológiailag az nem mindegy. Ideológiailag baromi polarizált a világ, és a buborékok fújásával, ami köszönhető a közösségi média tér nyerésének, egyre polarizáltabb. Tehát még itt, akárhányan, akik ülünk, mindenkinek van egy saját buborékja, ezeket a buborékokat bizonyos szempontból metszik egymás, bizonyos szempontból nem. Ha bejelölnénk egymást a nagy közösségi média oldalakon, nem biztos, hogy mindig látnám a te véleményedet, és te az enyémet, illetve hiába írom azt én ki, hogy mekkora sok pénzt lopott el ki Magyarországon, ez egyáltalán biztos, hogy eljut másokhoz. És ez sok minden mással is így van. A vallási szempontból is polarizált, a gazdasági szempontból nem annyira, visszatérve Tájvánra, azért nem, mert mondjuk Tájvánon, hát szerintem a második világháborútól azért lehet érdekes a szitu most a választások kapcsán, mert az a párt, aki egy kicsit közeledni akar Kínához, és azt mondani, hogy egy kicsit azért legyünk barátságosabbak, lényegében az, aki kimenekült ugye erre a szerencsétlen szigetre, a malária szigetre, és ami senkinek nem kellett, tehát nem kellett a Kuomintang. Senkinek nem kellett a hollandoknak, nem kellett a portugáloknak, szép sziget, oké, de semmi extra. Nem, földrajzilag sincs olyan fontos helyen, hogy itt egy bázis lehessen csinálni. De igazából oda menekültek, és azt mondták, hogy mi vagyunk a Kína, azért nevettem, amikor azt mondtad, hogy Kína, mert hogy ugye... Két Kína van. Igen, tehát két Kína van, és ez 70, tehát Kissinger csinálta az egész balhét 78-79-ben, amikor kitalált, hogy úgy tud Amerika közelíteni a nagy népi köztársasághoz, a kínai népi köztársaság, hogy azt mondják, hogy titeket ismerünk el, ezzel kvázi ugye nem ismerjük el a másikat, aki szintén Kína, ezzel kiebrudalták őket a biztonsági tanácsból, az ENSZ-ből, mindenhonnan, és akkor lett egy ilyen fura státuszú valami, ami, hogy milyen strategic ambiguity-ként van a világ térképen, tehát nem ismerjük el, de azért vannak diplomáciai kapcsolataink. Na szóval emellett ugye a zöld színnel jelölt progresszív párt ugye azt mondja, hogy függetlenedjünk, legyünk teljesen függetlenek, és megjelent egy új cucc, ami mindig nagyon érdekes, egy ilyen alapvetően két pólusú választásokban, ez a néppárt, ugye, aminek a neve is olyan érdekes, hogy akkor ők kihez fognak húzni, ez most az fogja mutatni, hogy kicsit közeledik-e Kínához Tájvan, vagy nem közeledik, és az Egyesült Államok pedig azért nézi ezt az egészet, mert hát neki azért baromi fontos lenne, hogy ne közeledjen túlságosan, inkább egy ilyen erőfitoktatás szerintem, amiért fontos lenne. Másrészt pedig azért, mert ott van az az üzem, ami a világ legnagyobb chipgyártója, 95 biztos százalékát azoknak a mikrochipeknek, amik rendkívül fontosak technológia szempontjából, azt ott gyártják Tájvanon. Ez egyébként azért fontos, mert hogyha az mondjuk valamilyen szempontból mondjuk megszűnne, tehát mondjuk lenne egy olyan pandémia, vagy egy olyan háborús helyzet, vagy egy olyan veszélyes diplomáciai helyzet, ami nem teszi lehetővé, hogy termeljenek, és ez húzamosabb ideig fennállna, mint a chip hiány idején itt a pandémia következtében, akkor ez azt jelenti, hogy kb. 5-6 évig
megszűnne az a modern eszközgyártás a világban, amit mindannyian úgy szeretünk. Tehát nem lenne iPhone, nem lenne egy csomó más minden, ami ezek szükségesek, ezek a félvezetők. Az Intel tudna még ilyeneket gyártani, meg a Samsung, de hát elenyésző, tehát pár százalékát képviselik a gyártásnak a világon. Úgyhogy ők ezzel tartják most sakkban a világot, és ez alátámasztja, amit a Tamás mondott, hogy gazdasági szempontból teljesen más a helyzet, mint geopolitikai vagy politikai szempontból. Most lesznek a választások, vagy most vannak, vagy amikor az adás kikerül, már megtörtént, de a lényeg az, hogy most fújják ugye a buborékot mindkét oldalon, és egy kicsit az embereket próbálják rávenni arra, hogy hát szavazzatok így, szavazzatok úgy, ijeszgetni háborús helyzettel, de alapvetően Kína, ő kereskedik méghozzá nagyon nagy volumenben, hiszen maga Shenzhenben van az iPhone gyár, például az Apple gyár, tehát oda viszik ezeknek a csipeknek a jelentős részét. Tehát ez nem, ők nem köpködnek egymásra, és nem egy ilyen szögeskerítés van, ahova nem lehet átmenni, hanem bazi erős gazdasági szálak fűzik egymáshoz a kettőt. Tehát gazdaságilag nézve, politikailag nézve, meg politikai kommunikáció szintjén nézve tök más rétegeket lehet látni. Az a kérdés merült fel bennem, hogy ugye mondta Tamás, hogy tulajdonképpen mi is ebben a nagy eurázsiai részben vagyunk, és hogy ez a kelet része. Tehát, hogy amit mi Európának hívunk, az ebben a nagy játszmában, ebben a nagy képben hol van most? Hát azt szoktam mondani, hogy Pekingből nézve Európa egy nyugati félsziget. Kína számára mi a legfontosabb piac, a második legfontosabb piac vagyunk. Politikai szempontból abszolút nem érdekli őket, hogy mit mondunk, ameddig itthon mondjuk, Pekingben nem ajánlatos megpróbálni. Moszkva szempontjából természetesen leginkább presztízs okokból vazallus állam státuszát szeretnék elérni, ha ugyan nem ennél is többet. És hát más lényeges hatalom pillanatnyilag ebben a zónában nem nagyon van. Az orosz ambíciók sokkal inkább területiek és szimbolikusak, a kínai ambíciók sokkal gyakorlatiasabbak. Kína rá van szorulva, arra mindig rá volt szorulva, de most különösen, hogy gyakorlatiasan gondolkozzon. Nem kis részben azért, mert nagyon nagy bajban van. Ha egy kicsit visszanézünk, a kínai gazdasági csoda akkor kezdett meginogni, amikor kitört a sertésvíz, 3 évvel ezelőtt. Akkor a teljes kínai sertésállományt ki kellett végezni, el kellett pusztítani, olyan mértékű volt a járvány, és újakat kellett vásárolni, rendben van, vásároltak újakat. Egy év múlva már egész komoly sertésállomány kezdett kialakulni újra, csak hogy azokat etetni is kell. Akkor jött a Yangtze áradása, ami a kínai gabonatermés, ha jól emlékszem, 49,1%-át elpusztította. A Yangtze, ha egyszer megindul, akkor az megindult. Vitt az még 500 éves, meg 800 éves pagodát is. Elkezdtek az egész világon felvásárolni minden gabonának tűnő tárgyat, úgy értsük, hogy mindent. Ezzel felverték a gabona árát. Ennek volt köszönhető a körülbelül másfél évvel ezelőtt, 2 évvel ezelőtt kezdődött európai élelmiszerár emelkedés. Ezután jött a harmadik csapás. Egyszer csak kiderült, a kínai statisztikai adatok általában kozmetikázottak, de nagyon nagy lehet a baj, ahol még kozmetikázva is így néznek ki, hogy egyes tartományokban 14-17%-os a népesség csökkenése. Valószínűleg ez lenne a természetes népességi arány. A mostani túlnépesedés Mao Tse-tung egyik nagyon ostoba ötletének köszönhető. A nagyugrás idején megnevezte az 5 ellenséget, amit ki kell írtani, kb. 1960 körül. Ezek a, mit tudom én, sáska, patkány, egér, veréb, és azt hiszem volt még egy, de ebben nem vagyok teljesen biztos. Minden esetre Kínából kipusztították a verebeket. Ez az a járt, hogy a... Kíváncsian várom, hogy ez hogy lesz a népesség csökkenése. De Zoli halkan mondja, tehát ő ismeri ezt a... Kínából kipusztították az összes verebet, már arraftás hátraült, aztán másnap reggel jelentették, hogy izé a sáskák meg a különböző kártevők felzabálták a teljes gabonatermés, kitört az éhínség. Na ez az éhínség 63-ig tartott. A végén a Szovjetunióból hozattak vagonban verebeket. Nem vicc. Importverény, igen. Ebben az éhínségben elpusztult körülbelül 30 millió ember. Ma a elvtárs igen szívére vette a dolgot, és azt mondta, hogy most már, akkor pedig most már sokasodjatok és szaporodjatok. Aztán kitört a nagy kulturális forradalom, és a nagy zűrzavarban soha senki nem vonta vissza, illetve nem soha, de senki nem vonta vissza ezt az utasítást.
Abból tilos volt, minden születésszabályozás, minden formája tilos volt, tessék szapozatni. Jóval később Teng Xiaoping jött rá, hogy baj lehet, ugyanis Mao éveiben egyszerűen nem tartottak népszámlálást, nem is nagyon lehetett volna, akkor volt a felfordulás. Elrendelte, hogy akkor tartsunk már egy népszámlálást, tudjuk, hogy hányan vagyunk. Mikor meglátta, akkor úristen, vészesen túlnépesedtünk, akkor rendelte el a családunként egy gyereket. Mm. Na most ez a tendencia kezd megfordulni. Már most azok, akik a 63 után születtek a nagy népesség robbanásban, biztosították a munkaerőt a kínai gazdasági fellendüléshez, és azok, akik a Teng Xiaoping féle 1-2 törvény után születtek, azok már nem tudnak a helyükre állni, mert mit tudom én, ugye egy ember mégsem végezheti 10 ember munkáját, vagy 8 ember munkáját. Na már most ebben a pillanatban, amikor kezd visszaállni Kína népessége, arra, amennyi természetes volna. Tehát amennyi 63 előtt volt, meg amennyi inkább 60 előtt volt, tehát az éhínség előtt, most ott van a rengeteg beruházás, és nincs kidolgozva. Nincs kidolgozva a földeken, nincs kidolgozva a gyárban. Ez nagyon komoly feladatot ró a kínai kormányra, nem is irigylem őket, mert ezt a rengeteg embert naponta kétszer meg kell letetni. Majd oda is jönnek a mongolok, meg a filipinok, mint hozzá. Csak figyeljetek. Ez jó, hogy ezt körül behozott, hogy Kínával, tehát Kínában milyen strukturális problémák vannak, de ugyanilyen strukturális problémák vannak Oroszországban, azt mégis expanzióba fogott, másfél vezet megtámadta Ukrajnát, aki azóta hősiesen honvédőháborút folytat. Tehát attól, hogy vannak belső problémák, sőt a belső problémák... Milyen háborúról beszélsz? Tudom, megmondta a miniszterelnökünk is, megmondta, hogy ez van, hogy ez nem háború. Attól függ, hogy ki a hallgatóság. Azt is mondta a miniszterelnökünk, hogy attól függ, hogy ki. Oké, én itt az igazat mondom, amit én gondolok, na mindegy. Szóval, hogy a belső problémák, főleg egy autoriter, vagy hát Kína kommunista ország egypártrendszer, az nyilván kifelé, tehát hogy a problémákat megpróbálják kifelé megoldásokkal megoldani. Az a baj, hogy azt mondogatjuk, hogy tehát nagyon, nagyon nehéz kitörni ezekből a ilyen magunk által beállított ilyen közhelyekből. Tehát az, hogy Kína, az egy nagyon veszélyes dolog. Tehát van egy bazi nagy ország, ami országnak lehet tekinteni, de Peking, vagy Shenzhen, vagy a középső része az országnak teljesen más. Tehát ezek ilyen külön-külön értelmezhető valamik. Nem véletlenül van mondjuk ilyen 20 000-21 000 dollár körül a GDP-je Kínának, amikor azt kell nézni, hogy közben a legfejlettebb régiói a világnak, azok már tényleg Shanghai, meg ezek a nagy, óriási városok, ilyen megalopoliszok, hogyha csak ott mérnék meg azt, hogy milyen a fejlettségi szint, meg az, hogy nőtt az elmúlt időszakban, akkor tök mást kapnánk. Meg ott más lenne az, hogy tudnak-e enni, meg hol laknak, meg hogy milyen eszközöket használnak. De, tehát Kína sem egységes, de sajnos ugye a nagy Kína, az egy Kína, meg az egy út, az azt jelenti, hogy egybe kell nézni az egészet. És ebből a szempontból tényleg olyan prognózisok vannak a 2050-re, meg 2035-re, hogy megfordul a görbe, és még lejjebb csúszik a GDP, és tényleg a munkaerőhiány az egyik legnagyobb probléma, amivel küzdenek. Csak hogy Dugin ezért hozta be, hogy ez az Oroszország, Kína, eurázsiai, ez kihívja a nyugatot. Nem, tehát, hogy vagy ez honnan jön ez az egész? Nem egészen. Azt a bizonyos alapszerződést, ami ezt lehetővé tenné. Ukrajna megtámadása előtt néhány nappal, talán egy héttel írták alá. Nagyon ijesztő volt. Ha komolyan vennék, akkor azt mondanám, hogy menjünk szépen fel a hegyekbe, és keresünk lakható barlangokat. Oroszország és Kína írta le egy közös egyezményt. Igen, amiben minden területen vállalják egymás támogatását. A mindent értünk. Viszont Kína ezt nem veszi olyan nagyon komolyan. Tehát egyrészt maga Dugin nem akkora potentát, hogy diktálhasson Putyinnak vagy bárkinek. Putyin szívesen használja Dugin ötleteit. Tehát Dugin tulajdonképpen egy észeszgéber, de ennél nem sokkal több. Egy ötletadó, egy akárki ott valahol az udvar szélén, és mivel nem teljesen komolyan vehető figura, én időnként udvari bolondnak is tekintem. Naponta olvasom az őrültségei szóval... Neked se könnyű. Ilyenek eljött, hogy a kijevi csata örökké tart, az orosz történelemből és az oroszlát bölcsekből vezette le, nem tudom, mindegy. Kína viszont nem úgy veszi a dolgot, ahogy Oroszország. Oroszország azt hitte, hogy Kína lesz a pénztárcája és az ipari háttere. Nem, Kína nem szállít lőszert, nem szállít fegyvert, drónokat is csak Iránon keresztül, azt se szívesen. Amikor először kiderültek
kiderült, hogy a Sahed-drónokban kínai alkatrészek vannak, akkor egy ideig Iránnal is morcosak voltak. Kína viszont gazdaságilag terjeszkedik. Két mérföldes léptekkel halad Oroszországban. Az orosz gazdaság nagyon jelentős hányada van már kínai kézben. A teljes autóipar például. Tehát az, amit orosz gépkocsi néven gyártanak, az egyszerűen átszímkézett, például a Moszkvicsában, az egyszerűen átszímkézett kínai gépkocsi. Alapvetően szinte minden területen nyomulnak előre. Tehát nem arról van szó, hogy itt két óriás fogott össze, és magukkal átgyűrik a világot, hanem itt két nagyon beteg óriás gyűri maga alá egymást, és én Kínára fogadnék. Az ember így olvasgat, hogy mi történik most, akkor ugye azt mondják, hogy Oroszországot nagyon erősen érintett a szankció, ami ugye mindenki, vagy hát nagyon sok mai kormányközeli, illetve a jobboldali újság azt mondja, hogy hát meg se érzik az oroszok, közben pedig ugye azért azt lehet mondani, hogy akik így mélyebb elemzéseket közé tesznek, hogy igenis, nem azonnal, de hogy ez évekre visszaveti, hogy ez az orosz-kínai megállapodás, amit a Tamás mondott most, ez nem arról szól, hogy tulajdonképpen Kína gazdaságilag gyarmatosítja most éppen Oroszországot? Kína szerintem mindenkit gyarmatosít gazdaságilag, akit tud. Nekik ez egy stratégiájuk, amit lehet így is nevezni, hogy gazdaságilag gyarmatosítok, meg lehet, egy, hogyha barátságosabban tekintünk, hogy objektívebben erre az egészre, akkor azt lehet mondani, hogy neki tök elemi érdeke az, hogy ő kihelyezzen különböző országokba gyárakat, ipari létesítményeket, mindent, és ott elkezdjen termelni, jó viszonyt ápoljon azokkal az országokkal. Azt nem felejtsük el, hogy ez nem csak, tehát ez a tudás szintjén is megvan. Tehát Németországban bazi nagy probléma volt, amikor rájöttek, hogy azok a vendégprofesszorok, akik a német egyetemeken tanítanak, ezek hozzáférnek egy csomó mindenhez, és ugye kint van egy vagy két évig német egyetemeken, de az összes kutatási adathoz mindenhez hozzáfér, de utána visszamegy Kínába, és akkor ez most hogy van? Aha. Tehát ez most pont 2023 egyik nagy német belpolitikai botránya volt, hogy ezt valahogy meg kell oldani, hogy azért ne férhessen hozzá mindenki, miközben Franciaországban is, meg Németországban is egy csomó pénzzel hozzájárulnak különböző egyetemekhez, ugyanúgy, mint ahogy itt ugye botrányosan volt a magyar sajtóban a kínai egyetemnek az ügye, de ez van Németországban is, és támogatják ugyanúgy Franciaországban is különböző intézményeket. Rengeteg diák tanul például Dijonban, a borászati képzéseken, szakképzéseken. Egy komplett tudástranszfer volt például Franciaország és Kína között, hogy Kínában létrehoztak olyan borászatokat meg üzemeket, mert tök alkalmas egyébként Kínának elég nagy része arra, hogy borszőlőt termeljenek, amivel elkezdték a világpiacot elárasztani. Tehát nekik, hogyha úgy nézzük, hogy ez egy ideológia mentes, vagy minden mentes valami, akkor neki ez egy elemi érdeke. Hogyha mondjuk a rossz oldal, vagy a rossz szájak szerint nézzük, akkor persze lehet azt mondani, hogy ez egy gazdasági gyarmatosítás. Ezt most mindenki ítélje meg, hogy ez micsoda, hogy mondjuk a Budapest-Belgrád vasútvonal, az micsoda. Tehát, hogy mik az akkumulátorgyárak, vagy tehát ez micsoda. Tehát ez lehet azt mondani, hogy a zsebébe teszi az adott kormányzatot, és akkor onnantól kezdve úgy táncol, ahogy ők fütyülnek, de másik oldalról pedig, hát most egyébként technológiailag fejlett és egyre fejlettebb és fejlődni kívánó országnak ez tök érdeke, hogy elmenjen máshova, és azt mondja, hogy mi tudunk ilyet, ezt megcsináljuk nektek, és stb. Tehát... Budapest-Belgrádnál egyébként nem tudnak ilyet, ott pont ez a probléma, hogy egyébként nem tudnak ilyet, de valamiért ők lettek a befutók. Nem tudom, ez kérdés, hogy ott mi van, mert én annyira nem foglalkoztam komolyan az ügy, nem tudom, hát most elvileg ugye már Szabadkáig már kész van ez a szakasz, és hát akkor az hogy lehet, hogy... Tehát annyira nem néztem utána, nyilván irreális számokat látunk magyar oldalról, hogy ez mennyibe kerül, meg az is egy nagy kérdés, hogy Magyarországnak mivel kéne foglalkoznia először, és mit kéne megoldania először. Tehát van-e egy ilyen sorrend, ami szerintem lehet, hogy a mi fejünkben tök más, mint a döntéshozók fejében. Valószínűleg igen. Vélhetően igen. De hogy... Tehát szerintem simán meg tudnák ezt csinálni, és hogyha azt nézzük, hogy kéne Európának egy olyan útvonal, ami vasúton meg tudja oldani mondjuk az Isztambul és mondjuk teljesen Nyugat-Európa közötti részt, akkor az egy nagyon fontos és nagyon jó dolog lenne gazdaságilag, hogy ez megtörténje. Magyarország számára egyébként tök jó lenne, hogyha egy tranzitban benne lenne áruforgalmi tranzitban, és biztosítani tudná a helyét. Ezek nem rossz dolgok, csak ugye minden kap egy ilyen ideológiai gellert valahonnan,
érdemes megfigyelni. Az, hogy mennyibe kerül, kivalósítja meg, mennyit nyúlnak le belőle, az egy másik téma. De hogyha fölülről nézzük, oké, gyarmatosít, vagy nem gyarmatosít, csak kihelyezi az ő tudását. Az is egy ilyen állandó mantra volt, hogy tulajdonképpen az Egyesült Államoknak a merkeli politika, hogy az orosz energiával, a német technológiával és a kínai gyártással létrehozza ezt, amit elmondta, ezt az eurázsiai világkontinenst, ugye az Amerikának nem tetszett. Nem előtte most magát lábon. Miért rázod a fejed? Hogy nem tetszett, vagy nem igaz, hogy nem tetszett? Nem, azért rázom. Mert csak hadd fejezem a kérdést, Tamás majd helyre igazít téged. Tehát, hogy nem előtte most magát az Egyesült Államok ezzel egy kicsit lábon, hogy az orosz, és most a kínaiakat támogatjuk az olcsó orosz energiával, kihagyva belőle tulajdonképpen Nyugat-Európát. Kezdjük azzal, hogy Oroszország pillanatnyilag szinte csak Kínának tud eladni szénhidrogén alapú energiahoz. Meg Indiát úgy hallottam meg. Jó, de India izével fizet, és nem tudja visszaváltani. India saját valutában fizet, és Moszkvában lassan már az egerek is rupiát esznek. Tehát az orosz szankciók miatt, ugye ott vannak az oroszok a mindenféle. De bocsánat, erre nem válaszoltunk, még volt igen. Egy ilyen kérdés, hogy mennyire érintik az... Igen, tehát szerintem kezdjük innen, mert ez volt először, tehát hogy ezek nem két olvasatú dolgok, meg ilyen fikciók, meg ilyen... Ez egy tök egyszerűen ki van számítva papíron. Baromira nem, tehát baromira érzékeli az orosz gazdaság a szankciókat. És az újabbat, amit most ugye 2023 végén tető alá hoztak, azt is fogja. Tehát ez teljesen egyértelmű, hogy az még azon lehet vitatkozni, meg számításokat végezni, hogy ez hány évvel veti vissza, de azért vannak olyan számítások, hogy 30-40. Ez nagyon-nagyon kemény érvágás az orosz gazdaságban. Igen, én azt hallottam, hogy például amire nem gondol senki, tulajdonképpen Oroszországból senki nem mehet Nyugat-Európa vagy Amerikai Egyetemre tanulni, és kínaira sem, tehát a kínaiak sem engedik. Tehát például az, hogy ezek miatt a szankciók miatt nem tudnak tanítani tulajdonképpen csak belföldi tanárok egy ponton túl, azt ugye nem most fogja megérezni, gondolom, majd a gazdaság, hanem 10 év múlva, amikor... Vagy direkt módon mi van, tehát az oroszoknak az egyik legnagyobb problémája az, hogy azok a berendezések, az ipari berendezések, amiket használnak, az nyugati technológia. És nem tudnak hozzá akad részt venni a és például az olajkutaknál, ugye ez egy már korábban is probléma volt, és diplomáciai zavaroknál ugye előfordult, hogy hát most akkor a Shell, vagy bármelyik nagy koncern, amely egyébként ezeket szállítja, azt mondta, hogy hát akkor most nem. Vagy volt egy uniós ellenkezés, és akkor vagy az amerikai védővámok, egy csomó minden volt, ami visszavetette. Tehát, hogyha nem tudják megcsinálni a fúrótornyot, lefordítva egyszerűen, akkor nem tudnak hozzájutni a kőolajhoz, ami viszont lényegében most az egyetlen igazi termék, amit el tud adni, amit pénzét tud tenni. Meg a földgázhoz. Állandóan, ugyanis a kínaiak egyrészt csak mélyen nyomott árakon veszik át az orosz energiahordozókat, másrészt addig manipuláltak a közel-keleti megrendelésekkel, például Iránból egyszerűen lemondták a megrendeléseiket egy mondat csinált indokkal, így aztán most Irán ott ül a kőolaján, csak nem tud mihez kezdeni vele. Senki nem veszi meg, eddig Kína megvette, most már Kína se veszi. Hát mert olcsóbb az orosz. Olcsóbb az orosz. Na most Kína ezzel nyomja lefele az olajárakat, de a szankciók nem csak ennyit jelentenek. Már az első szankciók után néhány hónappal a Novaya Gazetában megjelent egy ismert orosz befektetési tanácsadóval egy interjú, amiben nagyon riasztó dolgokat mondott, például azt, hogy Oroszország nem fog összedőlni, étel lesz, energia lesz, víz lesz, és ennél sokkal több nem lesz, ugyanis például olyasmikre nem gondoltak a háború megindítása előtt, hogy például egész Oroszországban nem gyártanak szeget. Zsanért, egyszerű háztartási, csavart, egyszerű háztartási elemi ipari cikkeket, azért, mert olcsóbb volt megvenni nyugatról. Vagy Kínából, vagy. Vagy Kínából, vagy bárhonnan, és valóban például a papírgyártáshoz szükséges vegyi anyagok jelentős része embargós, ezért aztán olyan cikkek jelentek meg a RIA Novosztyin, már nem tudta az ember, hogy írjon vagy nevessen, hogy a fehér papír használata árt a szemnek. Kiszakadt belőle, még igen, persze Kutuzov is abba süketős fele. De érettségik és egyetemi felvételik maradtak el, mert nem lehetett fehér írópapírt kapni, akkor a női higiéniai cikkek ára 10-szeres emelkedett a fekete piacon, és hát amit muszáj az
azt meg kell venni. Az csupa olyan következménye van a szankcióknak, amitől nem hal éhen Oroszország nyilván, de nem is az a célja a szankcióknak, hogy éhen haljon, hanem, ahogy Endre nagyon alaposan mondta, a technológia. Már katonai szempontból is problémát jelent a lövegcsőgyártás. Ugyanis a lövegcsöveket húzagolni kell, speciális ötvezetből készül, nem lehet akár, hogy megmunkálni. Már most ezek bizonyos mennyiségű lövést bírnak ki, 2000-től 4000-ig. Ennél több lövés után először a pontosság tűnik el, aztán maga a cső is. Na most ezeket viszont kizárólag nyugati alkatrészekből összeállított gépeken lehet gyártani. Az Ural vágonzávot például nem véletlenül gyárt sokkal több gyalogsági páncélost, mint a haszkocsit. A haszkocsihoz kéne lövegcső, meg kéne például optika, amit egészen addig Ukrajnában gyártottak. Zseniális. Zseniális, igen. Szóval az embernek időnként az az érzés, hogy ez együgyű érnek a háborúja, szóval. Nem, hát igen, most visszamegyünk oda, hogy amikor kitört az egész, és senki nem gondolta, hogy ez így megtörténik, hogy tényleg ez a multipoláris világ kifejezés, ez is valahonnan innen jön egyébként, a kínai-orosz diplomáciának egy ilyen politikai terméke ez a kifejezés, és ugyaninnen jött ez a különleges hadművelet. A hadműveletről mi jut az ember eszébe? Az, hogy hamar vége van, tehát egy ilyen gyors lezajlású valami, és akkor utána ez volt a különleges hadművelet. Csak hát ugye erre nem számított senki, hogy ez ilyen lesz, se az agresszor, se a világ. Tehát hogy nagyon rossz, hogy így zajlik nyilvánvalóan mindenki számára. Én egy kicsit visszakanyarodnék oda, ahonnan indultunk, erre a átalakuló világra és multipolaritásra. Mert amikor én készültem erre az adásra, és olvastam cikkeket, megmondom őszintén, nem olvastam végig a Rendnek a nem tudom milyen tanulmányait, de az jutott eszembe ezeket olvasva, hogy igen, én úgy nőttem föl, az mondjuk 30-40 évvel ezelőtt volt, hogy hát itt vége van a kétpólusú világnak, itt most már jön Amerika hegemóniája. És ugye ezek a cikkek arról szólnak, hogy ez az amerikai hegemónia, mintha megbillenne, és arról már beszéltünk, hogy ez nem tűnik úgy, hogy nagyon megbillenne, vagy legalábbis recseg, ropog, az lehet, de hát mind katonailag, mind politikailag, mind diplomáciailag, mind gazdaságilag torony magasan az angolszász Amerika, tehát ez a világ az, ami még mindig ott van, és hiába van, mint több Kínában is már két darab anyahajó, valami repülőgépor az anyahajó, az kisebb, nem annyi, nem úgy működik, tehát hogy ez, nagyon messze vagyunk attól, hogy katonailag Kína működjön. Tehát mikor olvastam ezeket a cikkeket, amik arról vitáznak, hogy ez most vajon mi a jobb a világnak, hogyha egy hegemon az le tudja uralni az egész világot, vagy több kisebb van, amik egyensúlyozgatnak, nekem az jutott eszembe, hogy ha több kisebb egyensúlyozó van, mert mondjuk Amerika már lecsökke, és Kína, Oroszország vagy a BRICS, meg ezek fölfejlődnek, akkor az engem ez sokkal jobban elborzaszt. Én Amerikát sem szeretem, nem arról van szó, hogy én szeretem Amerikát. Egy olyan világban, ahol több kiegyensúlyozott hatalom van, sokkal könnyebben azt gondolja az egyik hatalom a másikról, hogy hát akkor én ezt megpróbálom azokat lenyomni. Tehát én attól sokkal jobban izgulok, mint egy olyan világban, és egy kicsit magam felé húz a kezem, mint egy olyan világban, ami Amerika és Európa vezeti, amiben mondjuk Magyarország is a része. Tehát én egy kicsit ebben az utóbbiban valahogy jobban bíznék. Azért nem mernek jósolni egyébként, és inkább ez a Tamás asztala, meg hát nyilván kijósolta volna meg az ukrán háborút, tehát ez egy bazi nehéz dolog. Itt azért van egy pár olyan ember, akinek akkora hatalom van a kezében, hogy azért el tud indítani egy olyan folyamatot, ami megdöbbentő. A Prigozsin is milyen érdekes volt, hogy így hirtelen, vagy hogy hívták a... Prigozsin, igen. Igen, tehát hogy egyszer csak hirtelen, ugye egy szombati napon, hogyha jól emlékszem, akkor így elindult menet, és azért elég megrökönyödve nézte szerintem mindenki, hogy ez most mi. De ez piciben ugyanolyan, tehát azért itt vannak olyan vezetők, akiknek a kezében viszonylag nagy hatalom van, és gondolom az lenne a jó világkép, hogy mindenhol van egy ilyen minisztertanács, vagy egy ilyen kancellária, akik így szépen igazgatják a dolgokat, és minden engedélyhez kötnek, meg mit tudom én, de azért sajnos nem így van legtöbb esetben a szaudiaknál sem. Ugye nekem most az látszik, hogy például az, ami Örményország és Azerbajdzsán között történik, igen. Azt én nem tudom elképzelni, hogy ez 10 éve vagy 15 éve egy viszonylag ereje teljében lévő Oroszország mellett ez meg tudott volna történni. Ne. Egy csomó olyan, úgymond ilyen lokális konfliktus kezd kialakulni a világban, amit hogyha lenne egy mondjuk úgymond egy világ vezető ereje, vagy lenne mondjuk ez a két tömb egymásra szemben mondjuk, mint ami a hidegháború alatt volt, akkor azért szerintem számszerűleg is jóval kevesebb ilyen konfliktus volt. Nincs az, hogy most
annyira egymásra figyelnek, hogy nem, nincs erő, vagy nincs akarat kevésbé jelentős térségeknek a felügyeletére, vagy? Nem, hát szóval. Olaszországnak pillanatnyilag érdekelett volna megvédeni Örményországot, és ezzel további függőségben tartani, csak hogy katonája nem volt hozzá. Hát ezért mondom, tehát de... ezt mondom, hogy felborulhat és esetleg. És nem azért nem volt katonája, mert mindenki Ukrajnában harcolna. Az orosz hadseregnek csak körülbelül kevesebb, mint a fele van ott. Ne felejtsük viszont el azt, hogy ők kell biztosítsák a világ leghosszabb határvonalát. Kínában sem nagyon bíznék Putyin helyébe olyan rettentően. De hát vannak ilyen érdekes területek ott, a mandzsúriai területek, meg hát, hogy szerintem ezek a fajta lokális konfliktusok, ezek megvoltak régen is, csak legfeljebb nem kezeltük őket ilyen drasztikusan. Hát ott van az India és Kína között, vagy nem, igen, tehát ott van a... India és Kashmir. Kashmir, igen, ugye nevezzük, és ándan átrajzolják a hat, tehát nincs igazából ilyen demarkációs vonalak vannak, de valójában semmi nincs, mert nagyon érdekes szitu, tehát nem, fegyverekkel nem harcolhatnak, mert akkor az ugye egy ilyen politikai, az már egy deklaráció, igen, és akkor ilyen botokkal, meg kövekkel dobálják egymást, ilyen kihelyezett faszik, akiket így oda küldenek, és vannak fönn most a YouTube videók. Igen, vannak YouTube videók erről, először azt hittem, hogy kamu, de nem, tehát teljesen igaz, és ilyen listát is vezetnek, sőt fogadni is lehet rájuk, vannak ilyen, mint ezek az ilyen Mortal Kombat harcosok, különböző botokkal, meg minden cuccal, meg paritjákkal, és ott rendesen írtják egymást, meg ütik egymást, és ha el tud foglalni 2-3, mit tudom én, métert egy ilyen sziklegény, akkor ő fölkerül a listán, a ranglistán. Tehát teljesen elképesztő, brutális dolog. Nekem, amit a Digi mondott, én egy kicsit úgy érzem, mint amikor túlterhelte a Hamász az izraeli légvédelmet, hogy minthogyha a világban ezek a kis konfliktusok elkezdenek túlterhelni a hegemont. Volt egy csomó ilyen régebben is. Itt van a Venezuela Guyana közötti, teljesen ember. De hogy ezt én nem tudtam volna 15 év elképzelni, egy egységes, úgymond nyugati világban egy erejtejében lévő Egyesült Államokkal, még tudom, hogy most is erejtejében volt, de hogy... Szerintem nem, tehát Venezuelában ugye az egy másik történet, és ráadásul ez a konfliktus, ami most van, ez régen is létezett, csak ugye most gerjesztődött valami miatt, ugye, hát nyilván de nem azért, mert a világ egyik legnagyobb olajkészletén Venezuela, nem tudnak vele mit csinálni, mert még WC-papírra sincs pénz. Most megint nagyon ugrálunk, mert régen vesztettem a feladat, én még ott tartottam, hogy mi történik Nepálban, vagy Kínában, most átkerültünk Venezuelába, hogy ha valaki teljesen laikusként hallgatja ezt az adást, mi történik Venezuelában? És miért harcolnak, vagy... Nem harcolnak, nem. Nem harcolnak, konfliktus. Miért alakult ki konfliktus a két ország között? Ott volt nagyon régen, a 19. században egy teljesen őrült háború, aminek következtében ez a vitatott országrész, egyébként rengetegen belehaltak, ez a vitatott terület máig nem eldönthető, hogy melyik országhoz tartozik. Ez egy 150 éves konfliktus, nagyon kevesen lakják azt a területet, nem is igazán lakható különben, kőolaj van ott. Kőolaj van ott, de szántóföld az nincs. Okay. Akkor egy kicsit így térjünk vissza, hogy a mi bocsánat, onnan jutottunk oda, hogy nagyon sok pici lokális konfliktus van. Igen. De ez egyébként országokon belül is, nagyon régóta vannak ezek. A legtöbbször az a bajom ezekkel, hogy nem vesszük észre a napi problémáink mellett. Mm-hmm. Tehát a jemeni szituáció tök régóta fönnáll, a legnagyobb humanitárius katasztrófa a világon, most lehet, hogy le fogja előzni majd valamelyik másik, azt hiszem talán Szudánban van megint óriási balhé. Tehát az a helyzet, hogy rengeteg ilyen van, és mindig valami pici helyi érdek az, ami ezt az egészet fűti. És ezek mindig is voltak. Tehát talán igaz lenne egy ilyen ideologizált világban, hogyha van mondjuk két nagy politikai erő, és az a két nagy erőnek vannak különböző ilyen táborai, meg ilyen vazallusai, akkor ők így rajta tartják az irányításukat. De valójában ez nem igaz, mert a mit tudom, hidegháború csúcspontján, amikor az Egyesült Államok volt az egyik oldal, a Szovjetunió meg a másik oldal, akkor is ott volt az Irán-kontra ügy, ami egy elképesztő brutális politikai botrányba torkollott az Egyesült Államokba, és ugye a CIA drogpénzből finanszírozott iráni tehát elképesztő dolog, tehát mindig van valami pici érdek, ami ezeket szítja, függetlenül attól, hogy ki van éppen hatalmon. De ha titeket hallgatva, nem rosszabb a helyzet most? Szóval volt jó.
Hát igen, tehát hogy... Nagyon nehéz ezt. Az a baj, hogy sokkal többet tudunk, ugye össze vagyunk kapcsolva, rögtön értesülsz arról, hogy mi történik a világ egy teljesen obskurus pontján. Szerintem abból a szempontból lehet, hogy rossz a... Hát nem tudom. Tehát többet is tudunk, meg kevesebbet is, én így mondanám. Tehát én azt mondom, hogy rosszabb a helyzet, mint amilyennek lennie kéne. Tehát én azt gondoltam gyerekként, hogy amikor 2020-valahányban itt ülünk, most már 2024-ben, akkor az micsoda egy Asimovi szupervilág lesz, amikor már úgy nem arról fogunk beszélni, hogy milyen határok vannak, meg hogy ez kihez tartozik ez a négyzetméter, hanem együtt fogjuk megoldani a világ nagy problémáit, meg mit tudom én. Ehhez képest, és simán megtudnánk. Igen. Csak ehhez képest ugye ilyen hülyeségeken vitatkozni. Tehát ilyen szempontból rossz a helyzet, és elkeserítő. És van is nagy probléma a klímaváltozástól kezdve. Egy csomó olyan problémával fog az emberiség szembesülni, amire még most még nincs meg a megoldás. Tehát, igen. Hogyne, hát az előbb felmerült az Amerika és Európa közötti állítólagos érdekellentét. Hát ez egy cikk volt, amit én olvastam, és én az igazság tartom már, vagy a véleményetekre hát még szóval... kíváncsi, hogy... Minden újságíró hazudik, mert tudjuk. Köszönjük a szakma nevében. Ezt a legközelebb álló a szakmához közülünk. Igen. Tehát ilyen ellentét igazából pillanatnyilag csak egy téren van, ez a mesterséges intelligencia. Aha. A mesterséges intelligencia szabályozásának ugyanis három irányzata van pillanatnyilag a világon. A kínai, ami az állam céljaira kívánja ideológikus alapon felhasználni. Az európai, amelyik a polgárok érdekében szabályozza és büntetni rendeli a visszaélést vele, és az amerikai, amelyik a fejlődés érdekében nyílt forráskódúvá teszi, és lesz a fel, a lova közé dobja a gyeplőt, szaladjatok csikói. Csikók szaladnak, és éppen ma írtam egy cikket arról, hogy a 4chan-en, az amerikai szélső jobboldal egyik fórumán mi minden szépre jóra használják a mesterséges intelligenciát. 4chan az egy... Borzalmas, hogy bugyor. Fú. Ezt is belinkeljük? Nem, a 4chan nem fogjuk belinkelni. Tudtam. Egy egyszerű Google keresés. Szóval, bocsánat. Igen. Tehát ez, itt van ellentét, ugyanis az Egyesült Államok és Európa jobban tenni, hogyha együtt dolgozza a mesterséges intelligencia felhasználásán, de ezt a közös munkát a két szemben álló szemlélet egyelőre gátolja. Állítólag most dolgozik a szenátus valamiféle szabályozási törvénye. Én ezt kiterjeszteném az egész technológiára, tehát a digitalizációra, de tényleg a csúcspontja ennek az AI. Itt ugye most készül az AI Act, ami az Európai Unióban ezt így azért helyre próbálja tenni, hogy milyen sikerrel azt nem tudjuk. Az a baj az Európai Unióval, hogy nagyon jól, tehát tényleg így megpróbál, legalábbis az én meglátásom szerint ilyen nagyon demokratikusan, nagyon ezeket az irányelveket követve meghatározni egy olyan keretrendszert, amiben jó élni, jó lenni, és mindenki számára működik. És ugye néha kicsit így túlszaladnak, vagy nem tudom. Tehát a GDPR-t is mindenki szídja, mert hogy nem úgy működik, mint ahogy kéne, inkább gátja a fejlődésnek, stb. Miközben teljesen lekésett Európa arról, hogy a digitális területen fel tudjon mutatni valamit. Mert ott aztán tényleg két pólusú világ van, van az Egyesült Államok és van Kína. És mindenki, amit használ, az vagy kínai cucc, kínai eszköz, kínai piactér, kínai bármi, vagy amerikai. Amerikai szoftveren kínai eszköz. Igen, és ugye itt a Huawei ügye volt ez egy ilyen szép ilyen kis csörtéje ennek a dolognak, hogy ez, aminek egyébként ugye érdekes magyar aspektusa volt a Michael Kovrig ügy, a félig magyar-kanadai srác, akit egyszer csak elkaptak így a feleségével, vagy lehet, hogy akkor még nem volt a felesége, szóval így, és akkor szépen így nem engedték el jó sok ideig, szerintem másfél év is lehetett. Én ismerem egyébként őt, és hát tehát elképesztő, borzasztó sztori az, hogy az emberre meg lehet egy ilyet csinálni. Jó, ez szintén három mondatba foglalod össze, hogy miről beszélsz. Michael Kovrig egy nemzetközi ilyen think tanknek, ami főleg politikával foglalkozik, a Kínáért felelős egyik ilyen elemzője volt, akire azt a bélyeget sütötték rá, hogy ő kanadai kém. Uh-huh. És Hongkongban lényegében ment hazafele, és a
fejére húztak egy ilyen zsákot, és elvitték őket a... Tehát kémfilmes, igen, ilyen Netflix. Mert akkor ugye a Huawei ügy kapcsán volt ez egy ilyen retorzió, a házi őrizetben tartották ugye ezt a hölgyet Kanadában, és nem engedték el, mert hogy, és azóta ugye magát az eszközöket is az Egyesült Államoknak, és a Kanadának, és még jó pár országnak a hivatalosan nem lehet használni az állami szerveknél a különböző szervereit, telefonjait, stb., mert hogy olyan csipekben van valami olyan, amiről nem tudják, hogy az micsoda. Ugye ez egy ilyen érdekes dolog, de... Zoli tudná tőlem, az IT-s. Zoli tudja? Nem. Szerintem ők se tudják, akik szétszették, csak az, hogy van egy valami, amiről nem... Hogyha kiveszik, ugyanúgy működik a dolog, vagy hát akkor ez mi? És akkor hát ebből lett ez a nagy... És Merkelhez ide azért tudunk visszatérni, mert Németország sokáig ugye azt mondta, hogy de hát ez nem, és akkor maradjon tovább az 5G hálózatot, fejlesz a Huawei és a stb. De ez volt annak a csörtének az egyik pontja, ami megmutatja azt, hogy Európa csak alulról nézi az egészet, mert mi csak szabályozni tudunk jelen pillanatban, nincsen saját Facebookunk, nincsen saját Instagramunk, nincsen saját Alibabánk, nincsen saját semmink, nincsen saját Huaweiünk, semmink nincs. Úgyhogy ebből szempontból nem maradtunk, viszont a másik emberi szempontból, meg így mondjuk egy összemberiség szempontjából, hát azt ugye szerintem senki nem akarja, hogy gyakorlatilag social ranking alapján legyünk megítélve, és totál meg legyünk figyelve. Tehát hogyha most a beszélgetés után lemegyek az áruházba, és berakok egy sört a csomagokba, akkor kettővel lemegy a social rankingem, hogyha pelenkát rakok be, akkor kettővel fölmegy, és akkor milyen király vagyok. Tehát ez csak... Ez történik Kínában? Hát igen, hogy nagyon kellemetlen. Hát a Black Mirror, ugye... Minden sör mellé venni egy pelenkát, és utána ott fognak állni. Erről valamelyik adásunkban, egy olyan 10-15 adásra előtt már beszéltünk egyébként. Igen, tehát hogy ez... Tehát nagyon röviden, mert... Nagyon röviden, igen. Sőt, a kínai állampolgár, hogyha egy kicsit elkezd politizálni, nagyon könnyen azt tapasztalhatja, hogy először az repülőjegyet nem kap, aztán vonatjegyet, aztán a végén már buszjegyet se. És egyáltalán... Hát az arcfelismerő szoftver, ugye mi tudjuk, hol vagy, merre jársz, kivel vagy, mivel vagy, mit csinálsz, mit gondolsz, mit teszel, és a többi. Innentől már csak egy lépés az, hogy elő is írjuk ezt. Azzal a fajta ilyen incentívvel, ugye, hogy vegyed ezt, és akkor kettővel fölmegy a pontszám. Igen, pontosan. Itt mégiscsak visszatudunk kanyarodni az ideológiai részére. Tehát azok az államok, amikről ideig beszéltünk, Kína, Oroszország, ide tartoznak a BRICS államok, szóval itt azért elég nehéz működő, liberális, versengő demokráciákat találni, míg mondjuk az Amerika és a csatlósai, most nevezzük egy nagyon, nagyon bután, vagy a perifériája, vagy szóval, tehát Európában, Amerikában recseg ropog a demokrácia, de még mindig van, és az Európai Unió... Én ezt így azt nem mondanám, hogy Európában recseg ropog a demokrácia. Szerintem ez egy kicsit ilyen általánosítás. Tehát, hogy mit nevezünk Európának? Hát a szélsőségek előretörése, hát az megfigyelhető mindenhol, ez a buborékosodás. Nem esett szét, nem arról beszélek, hogy diktatúra, de azért itt vannak ilyen problémák. De mondjuk azért szerintem, hogyha az ember egy bíróság elé akarna állni, akkor inkább állnék a bíróság elé az Egyesült Államokban is, akár. Szóval mert itt azért az alapvető emberi jogok és az alkotmányba foglalt, amit ugye nem lehet átírni mindig, az alkotmányba foglalt jogok azért ott vannak. Szóval azt akartam csak gyorsan technológiához mondani, de azt se akarja szerintem senki, hogy ez a tool lesses fair, amit mondott az, hogy akkor onnantól kezdve a Facebookon láttuk, hogy ez mekkora problémát okoz, hogy a teljesen ellenőrizetlenül kiszáguldó adatok, azok ki, mi és a többi. Tehát egy olyan világban vagyunk, amikor az adat az egy nagyon fontos dolog, az egy eszköz, az egy pénz, az egy konvertibilis valami, és én például személy szerint szeretném megválasztani azt, hogy mit csinálok az adataimmal. És ebből a szempontból lehet, hogy túl szigorú és versenyt gátló a GDPR, és kemény szabályozások jönnek még, más szempontból baromira örülök neki, mert a gyerekeimnek már most akkora digitális teste van, adatteste, amiről ők se tudnak mindent, meg én se, ami azért nem annyira megnyugtató számomra. Itt szóba került a populista, antiliberális általájt előretörése. Ha Németországot veszük példának, akkor már kezdek rájönni arra, hogy a különböző Querdenker vezetők hasonlók, azok azért nem mentesek a moszkvai kapcsolatoktól, és akkor finoman fogalmaztam. Gyakorlatilag, hogyha létrehozunk valahol egy olyan közösséget, amit rá tudunk beszélni arra, hogy neki az érdekei sérültek valahogy, valamilyen módon, hogy őt bántották, és rá tudunk mutatni egy másik közösségre, aki állítólag ezért a hibás, akkor a sérelem maga már teljesen mindegy. Gyakorlatilag a komodori sárkánygyíkok kipusztulását is rá lehet fogni
a holland tulipán termesztőkre. Igen. Ha nem sikerül valami, akkor lehet arra fogni, hogy ez egy ilyen turáni játok, ugye? És akkor hát ezt ki kell törni valahonnan, ezért egy csomó mindenki felelős, elsősorban mindenki más, mi nem. Tehát ugye ez egy ilyen tök jó dolog, és akkor ezt fogadjuk el, meg egyáltalán ki vagyunk mi. Vissza lehet a gyökeréhez, így az ideget lehet így csesztetni ezzel, és akkor mindenki valahogy ránk rá. Aztán ezek a kreált, tulajdonképpen hát ezek ilyen dezinformációs akciók, legendák, álhírek, konteók, bármik, amiknek a mentén kialakulnak az olyan közösségek, mint a kormánysajtóban államtagadónak nevezett... UCC-sek, igen. Ez elképesztő az. Ez az egész egyébként az amerikai független polgárok mozgalmából indult el, ami egy polgárháborús törvényre hivatkozik, amely szerint Lincoln a rabszolgákat úgy tette amerikai felszabadítás után amerikai állampolgárokká, hogy az illető tagállamnak nem kellett a polgárai legyenek, ezt értelmezték félre teljesen, de mindegy. Szóval ezek például kezdenek elszabadulni, mert Oroszországban már egy ideje, ez valószínűleg Amerikában orosz varázsvesző hatására született meg, még a 70-es években, de a hajóágyú elszabadult, és Oroszországban megjelentek a Szovjetunió polgárai, ugyanezzel az ideológiával. Ugyanúgy az oltás ellenesség, ami a világjárvány előtt is nagyon komoly problémákat okozott. Igen, Romániában. Romániában a kanyarú, Olaszországban szintén. Nos, ez is orosz varázslat volt. Ezt onnan tudjuk, hogy egy washingtoni kutatóintézet elkezdte elemezgetni az oltás ellenes kommunikációt, és rájöttek arra, hogy na de gyerekek, hát itt a hozzászólások kétharmada pro és kontra egyaránt, ugyanarról a szentpétervári címről jött. A Prigozsin féle tolgyából, az internetkutatóintézetből. Gyakorlatilag még a vitát is robotok generáltak egymás között, ami aztán eleven embereket győzött meg. Na most ez is elszabadult, és Oroszországban is megjelent a világjárvány alatt, aminek elég sok haláleset volt, hát nem köszönhető sajnos, mert halálesetet nem köszönünk. Egyszerűen elszabadítják. Igen, ezeket az indulatokat, és ez nem jó, mert azt kérdezted, hogy hol tartunk, vagy jó helye, vagy rosszabb lett, és ebből a szempontból nagyon, nagyon rossz forgatókönyvet élünk, mert ha azt nézed, hogy a klímaváltozásnak milyen hatásai lesznek, az olyan, mintha egy satúban lennénk szorítva. És minél jobban tekerik ezt a satút, annál kínosabb egy csomó mindenkinek, meg kényelmetlenebb, és hogyha ott még bejönnek ezek az ideológiák, akkor na akkor persze, tehát könnyebb ilyen jellegű problémákból konfliktusokat generálni. És tényleg nagyon nehéz, mert nagyon észnél kell lenni, hogy az ember nyugodtan, higgadtan, objektíven átgondoljon egy folyamatot, hogy most mi történik, ez miért történik, kik azok, akik csinálják, miért csinálják, ahelyett, hogy rögtön ítélne. Itt vannak a németországi zavargások, amik most voltak a közelmúltban ugye a gázaövezetben kialakult háborús helyzet miatt, és rögtön az első ugye az volt, hogy na tessék, itt van, pro-palesztin, pro-terrorista tiltakozások vannak, amikor egyáltalán nem erről volt szó, tehát akik kimentek oda emberek, ők is elmondták, hogy ők a békéért tüntetnek, azokért a szerencsétlen emberekért, akik ennek az elszenvedői. A nőkért, a gyerekekért, azokért, akik több generáció, aki felnőtt a gázaövezetben, kényszeredetten bezárva falak közé, mert most nem mondjuk, hogy kinek a hibájából, egy helyzetben több generáció, vannak gyerekek, akik már nek gyerekei vannak, akik ebben a helyzetben nőttek fel, egy ilyen helyzetben. Na most, amikor történt ez a konfliktus, akkor ki szenvedte el a legnagyobb kárt? Ők. Ezek a szerencsétlen hétköznapi emberek. Na most ez egy baromi rossz dolog, ez ellen tüntetnek, és rögtön meg van bélyegezve egy olyan oldalról, hogy na hát ez proterrorizmus, és Izrael ellenes. Nem volt Izrael ellenes, nem volt ellenes. Ha ellenes volt, akkor háború ellenes volt, és béke párti valami. És akkor persze van egy másik, ami egy spin-offja ennek, amit egy kicsit még így megtekernek, akkor ez már nem ugyanaz. Már nem ugyanazok szervezték, nem ugyanazokkal a molinókkal. Tehát nagyon nehéz ezeket átlátni, viszont könnyű csiholni. Azért az Egyesült Államokban voltak komoly antiszemita incidensek is. Voltak, igen. Most a Németországról beszéltem, igen, ahol ugye a bevándorlás miatt ugye ezt így sokan ezt szokták így citálni, hogy na tessék, mi történt a németekkel. Kicsit a lezárás felé közeledve, nekem lenne egy ilyen úgymond záró kérdésem, hogyha ide kapcsolódik az, amit én szeretnék behozni vagy kérdezni. Pont ez a Németország, mert ez a satúból jutott eszembe. Én 10-valahány éves lettem, amikor először elkezdtem HVG-t olvasni, ez tényleg valamikor a 90-es években volt, és akkor már arról cikkeztek, hogy majd a távoli jövőben olyan komoly problémák lesznek, népvándorlás, klíma, ez az amaz,
hogy az Európa Fortress az akár kialakulhat. Az Európa Fortress-t úgy hívta a HVG, vagy azt nevezte el ennek, hogy Európa, meg ez a fejlett világ, ez kénytelen bezárkozni, kénytelen falakkal körbevenni magát, mert annyira nagyon sok ember fog elindulni rossz helyzetből. Ez 2015-ben volt ez a csihulás, ezt láttuk, és azóta megint nyugodt volt, de mintha megint elindulna, és rendre azt látjuk, hogy ezek az elindulás mögött igazából gerjesztett folyamatok vannak. Oroszország gerjeszti, Irán gerjeszti. Hát vagy a szárazság gerjeszti. Vagy a szárazság gerjeszti. Tehát, hogy valami gerjeszti. De nekem, ahogy erről beszéltünk, nekem most beugrott ez a fogalom, amiről nem beszélünk elmúlt 10-20 évben, nem hallottam erről a fogalomról, hát, Európa Fortress, de ez a fajta bezárkózás, erről azért van szó, hogy hosszú távon, tehát 50-100 év távlatában mivé fejlődhet ez a most nem nagyon forró. Én nem tudom, a Tamás mit gondolsz, szerintem nem tud bezárkózni senki. Mert senki nem tud bezárkózni gyerekeket. Gondoljatok bele, vannak Európában komoly mennyiségben földfémek? Ritka földfémek? Honnan lesz akkumulátoruk? Szerbiából állítólag, ugye ott van ez a nagy izé, most cinkelem. Földgáz sincs elég, tehát földgáz sincs elég. Már egy ilyen. Hogy jártunk elektronikát, nincs hozzá technológiánk. Tehát nem, képtelenségbe zárkózni. Valahogy meg kéne tanulni együtt élni. Igen, ez a, tehát pontosan, hogy a több pólusú világról kezdtünk el beszélgetni, és ide jött ez a Taiwan, mint példa. Ugye a TSMC nevű cég, most jól mondtam a nevét? Igen. Tehát ez a cég, ez azért érdekes, mert a világ, tehát olyan szintű technológiájuk van, amit sehol nem tudnak a világon. Tehát olyan nanométerekben képesek előállítani ezeket a mikrochippeket. Most már 5-6 nanométer. Igen, most már három a legújabb. Az még nem tömeg, de az az új. Tehát az afelé mennek, igen. És viszont ezt ilyen lézerprinttel, tehát ezt a fotolitográfiával csinálják. Ehhez az összes cucc, az optika, a hardware, meg minden, az Hollandiából, meg Németországból, meg ezekből az országokból jön. Tehát ezekből jönnek a cuccok, az eszközök, a mérnökök, ott vannak Taiwanon, a tudás, a know-how az ott van, hogy kell ezt megcsinálni, de totál egymásra utaltság van. Igen, de azt hallottam, hogy maga ez a chipgyártó gép, aki az 5 nanocsipes, ennek a 80%-a Hollandia. Igen. Tehát az az EMSL nevű nagy koncern, ami nem Hollandia, hanem ilyen nagyon sok cégből tevődik össze, aminek a Philips is része, meg a Zeiss, meg egy csomó ilyen cég, de az a lényeg, hogy egymásra vannak utalva. Tehát kifele ugye a technológiát onnan importáljuk, illetve a tudást és a technológiát, de közben a technológiát is exportálunk oda. Tehát azt kéne észrevenni, és azért van egy bizonyos féle egyensúly, amit hiába politikailag akárhogy támadnak, ezt nehéz lesz megtörni, mert totál egymásra utaltság van. És az is marad. Tehát egy klímaváltozásban, globális felmelegedésben és minden ilyenben egyre nő az egymásra utaltság. És hogyha nem azt használjuk ki, hogy kohézió legyen, akkor minden megy a lecsóba magyarán. Mit gondoltok így új év első adásában feltéve a kérdést? Mit gondoltok arról, hogy 24-ben mi lesz az, ami esetleg a legjobban aggodalomra adhatok ott, és mi az, ami szerintetek egy ilyen pozitív irányba való elmozdulás? A top 10 hot topikot légy szíves, akkor így soroljátok föl, így ilyen bulgárosan. Hát. Bár lehet jósolni, tehát, hogy... A rossz könnyű lesz. Furcsát fogok mondani. Pont a Magyarország számára a legrosszabb az lenne, hogyha Oroszország felbomlana. Tehát, hogyha az Oroszországi Föderáció felbomlana, egyrészt tekintve ennek a nagyon nagyméretű államnak a katonai és gazdasági szervezettségét, ahol például a nukleáris fegyvereket több darabban tartják, többnyire nem azonos katonai körzetek területén, pontosan egy pucs megelőzése érdekében. Ezzel eltűnne az orosz nukleáris fenyegetés, ami jó. Viszont kapnánk körülbelül 40-60 egymással harcoló frakciót, vagy entitásot. Kisebb államot. Tehát igen, ilyen vidám legényeket, mint ezek a... Akik botokkal és kövekkel. Hát nem egészen, sajnos ott a... Először még lenne. Igen. A Ponomárjov egy orosz politikai szélhámos, bár ellenzékinek szokták tekinteni, de hát... Egyelőre még tőle jó nem jött, de még jó ötlet sem. Szervezett egy ilyent, hogy Oroszország szeparatistáinak kongresszusa. Valahogy elintézte egyébként, hogy a brüsszeli unió székházba tartsák. Ezt hát láttam a tudósítást róla. Az egy dolog, hogy elviekben majdnem minden tagállamban vannak szeparatista törekvések. Hát nem tagállam, mert szövetségi szubjektumnak hívjuk, ugyanis egy város is lehet önálló szövetségi szubjektum, és egy
ország is, tehát Száháföldön is vannak, Búriátföldön is vannak, Csecsenföldön is vannak, és így tovább. De amikor az ember azt látja, hogy mondjuk Kaliningrád ki akar válni, az meg a politikai tényező volna. Amikor azt látja, hogy te a Szentpétervári szeparatisták Ingermanlandot akarnak, mert úgy hívták a vidéket Nagy Péter előtt, hogy Ingermanland. Amikor azt látja az ember, hogy egyetlen társulatnak van volna valamennyi halvány esélye a kiválásra, az Icskér, Csecsen Icskér ellenzékieknek, akik viszont évtizedek óta harcolnak, tehát háborúban születtek, és ameddig megbírják emelni a fegyvert, addig harcolni is fognak, akkor ugye el lehet képzelni, hogy mit művelne ez a dolog a világgazdasággal, akár csak a közeli államok biztonságával is. Ez lenne az egyik nagy veszély. A másik komoly veszély, Kína. Kínai gazdaság összeomlása egy Tájván elleni háború esetén. Lehet, hogy rosszul érzem, de még mindig az az impresszió, hogy a tájváni helyzetet befagyott krízisnek akarják meghagyni. Ez lenne Peking érdeke. Mindenesetre a kínai gazdaság összeomlása a világgazdaság összeomlását is jelenteni. A harmadik egy nagyon érdekes jelenség volna. Az ugyanis, hogy Afrikában egyszerre terjeszti ki a befolyási övezeteit Kína és Oroszország. Oroszország egy jól látható terv mentén a Vörös-tenger felől az Atlanti partokig halad. Most már jó túl vannak Közép-Afrikán, de például Kubában volt arra példa, hogy ugyanarra helyre akartak haditengerészeti támaszpontot építeni az oroszok és a kínaiak. Egyelőre a kínaiak győztek. Viszont Afrikában kirobbanhat egy komoly, akár fegyveres orosz-kínai ellentét is, ami alkalmas pillanatban, hogyha a Kreml elég gyenge, és az orosz hadsereg eléggé megfogyatkozik, teljesen lehetővé teszi azt, hogy a kínai csapatok eljussanak oda is, ahol a Prigozsin nem tehát Moszkvába. Ide vezetett Putyin Alekszandr Nyevszkij fordulata, ugye Putyin szokta emlegetni, hogy Bezeg Nyevszkij milyen jó tette, hogy a kelethez fordult segítségért, és kivette a nyugatot. Szóval ez például nagyon érdekesen megváltoztatná úgy a világgazdaságot, mint a világtérképet, bár legyünk őszinték, a világgazdaságnak lehet, hogy használ. Hát én nem is tudok ezután mit mondani. Nem, tehát igen, a kínai gazdaság az nagyon, hogy is mondjam, sokkal törékenyebb bizonyos szempontból, mint ahogy ezt így mutatni akarják. Tehát így lehet látni, ugye volt az Evergrande ügy, rengeteg olyan helyzet, ami megrengett a nagy világpiacokat, amikor és most még ugye nincs tisztázva az, hogy mi van a kínai építőiparral és az ingatlan piaccal. Nem lehet, hogy állami lélegeztetőgépen van. De biztos, hogy azon van, csak hogy most túlélje, vagy összeomlik-e, vagy nem, vagy mi lesz ezzel, és amikor átviszik pár hónapra ezeket az embereket, ilyen vezetőket ilyen agymosásra, ki tudja hova, mert eltűnnek, és akkor nem lehet őket látni pár hónapig, aztán hirtelen mutatnak egy fotót, hogy dehogy nem, itt egy ilyen reszorton teniszezik. Ja, akkor rendben van már, akkor most tudja, mit kell csinálni. Szóval az a helyzet, hogy nem lehet tudni, hogy mi lesz, viszont olyan szinten össze van nőve az egész globális piaccal, meg gazdasággal, hogyha felborul, akkor dominó effektussal egy csomó mindent maga alá temet. Tehát lehet itt komoly tőzsdei balhé is, mint amilyen egyébként az orosz volt a 90-es években. Tehát ilyen rengések lehetnek. Nekem, én akkor inkább arról beszélnék, hogy nekem 2024-ben rengeteg választás lesz egy csomó helyen, Magyarország szempontjából is nagyon érdekes, ugye európai parlamenti választások. Egyharmada választ? Vagy lehet, hogy még nagyon sok, és akkor ráadásul még ugye van nekünk itt egy ilyen jól kinéző soros elnökség, bár ugye ezt nem szabad mondani. Ezt a szót? Soros. Igen, de erről, szóval, hogy igen, viszont nekem az a bajom ezzel, hogy nagyon sokféleképpen lehet azt magyarázni, hogy jól óra tesz-e Magyarország gazdaságilag, akkor, amikor az történik, amit most látunk. Mert egyébként lehetne úgy is magyarázni, hogy miért ne, hát úristen, dehogy nem, hát először is autógyártás szempontjából lett, látszik, hogy Európa az haldoklik. Itt az elektromos autó ki a jövő, elektromos autó az lényegében a jövő, az Kína. Tehát, hogy a Tesla az még mindig tök jó, de azért már úgy ostromolja a BYD, ami a semmiből jött elő, és az utolsó negyed évet 2023-ban több eladott autóval nyomta le, mint a Tesla, amit pusztán elektromos, tehát nem a hibridek, hanem a tiszta elektromos. Tehát
Oké, ez még nem jelent semmit, mert az éve egészét tekintve nem jöttek be a várakozások, és kevesebb lett, mint gondolták, de hát azért mégiscsak azért álljunk meg egy szóra. Tehát lehet, hogy ez egy jó dolog, de alapvetően meg szerintem nem annyira, mert hogyha azt akarjuk, hogy Magyarország egyébként hova tartozik? Tehát én ezt nem is értem, ezt a kérdést, hogy miért tesszük fel. Tehát NATO tagország vagyunk, Európai Uniós tagország vagyunk. Miért kérdés, hogy hova tartozunk? Hát ez egy tök deklarált dolog. És a másik, hol van Lengyelország? Hol van Csehország, hol van Szlovákia, tehát mit a franc történt a visegrádi négyekkel? De most én kimondottan a visegrádi négyekről, hogy jó, a Románia az már a kanyarban sincs, és ugye most már őt üldözzük, de a lényeg az, hogy a visegrádi négyek az egy baromi jó és erős dolog lehetett volna. Miért kellett ezt tönkrevágni? Tehát, hogy nem is értem, hogy oké, féltünk attól, hogy Németország túl erős, meg Franciaország, de hát itt volt nekünk ez a tök jó középközponti hely. És ez a négy ország, ez biztos, hogy egy súlyban tudott volna lenni mondjuk egy Franciaországgal. Szóval, hogy 2024-ben baromi jó lenne, hogyha valamilyen módon egy kicsit revizionálnánk azt, hogy mi hol vagyunk, mit akarunk. Mert ugyanúgy, tehát amikor energiafüggetlenségről beszélünk, és gazdasági függetlenségről, akkor Magyarország nem egy nagy ország, van egy csomó dolog, amiben jók tudunk lenni, de az biztos, hogy összeszerelő üzemként egyedül, mindenkivel vitában nem vagyunk jó helyen. Tehát itt kéne az oktatásra baromi sokat költeni, és arra, hogy egy kicsit ezt a visegrádi négyeket újra kovácsoljuk, mert lehet, hogy lehetne rá valamilyen helyzetet teremteni, például az EU elnökséggel kapcsán, vagy valahogy így, és egy picit újra békülni így a lengyelekkel, tehát ez lenne, tehát ilyen pozitív és idealisztikus várakozásaim lennének 2021-re, de jó lenne, hogyha valamilyen irányba mennénk, és nem kéne itt elköteleződni a nyugat felé, vagy a kelet felé, hanem tudnánk egy erős pozícióban lenni mi itt Közép-Kelet-Európában. Tehát ez tök jó lenne, hogyha ezt felismernénk. Hát köszönjük szépen. Van nekünk... Tök jól lenne. Jó lenne, igen. Van nekünk még... Hát ezt te szoktad csinálni, Áron. Akkor csinálom én. Záron kreált egy szót, amit szerintem nem ő kreált. Nem kreálta. Jó. De nem van a Révai nagy lexikonban. Jó, oké. Jó. Fantasztikus rovatunk. Van nekünk két rovatunk. Jó. A minden adás végén az első rovat az refutálás. Ez szó, ezt olvastam, amikor írtátok az e-mailt, és azon gondolkodtam, hogy mi ez. Na, ugye ez nem létező szó. Azt mondom, hogy kibánkolni, az neked közelebb van esetleg? Igen. Mert ezt mondta addig, hogy te debuggolni, azt kérdezik, és én mondtam, hogy nem, az kicsit más jelent, hogy a debuggolás. Szóval a refutálás az a 1800-as években így hívták, amikor lerántják a leplet hiedelmekről és legendákról. Okay. Ez egy ilyen... Városi legenda. Város jó, hát fia, dugóhúzót is hívhatod rejtővonónak, de attól még... Erről van szó. Szóval az a baj, hogy Tamás, te nem mondhatod el azt, hogy ez igaz, mert én ahogy így hallgatlak, szerintem te mindent tudsz. Kicsit ez ettől tartó. Igen, kicsit frusztrált is voltam a beszélgetés folyamán, hogy mentem így össze. Az 1800-as években, hogy milyen venezuelai háború volt, úristen, milyen ember jött ide hozzánk, szóval te nem mondhatod el, hogyha te tudod a megoldást. Van ez a nagyon ismert, hogy ha a szegényeknek nem telik kenyére, akkor egyenek kalácsot. Ugye ezt Mária Antoinette mondta. Vagy nem mondta. Tulajdonképpen ez a kérdés, mert ezt így tudjuk, hogy ezt így mondta már Mária Antoinette, amikor a forradalom viharaiban, hogy elfogy a kenyér. És a szerintem mondta. Szerintem mondta. Mert ezt úgy annyira halljuk, vagy annyira is ismert, közismert. Nem mondom meg. Igen, Tamás, te itt nagyon mondtad. És azért érdekes, mert van olyan, hogy hoztunk már olyat, hogy megkérdőjeztük, és nem, az tényleg igaz. Csorba tanár úr, rémlik valami, hogy ezt tanított. Zoli? Én azt mondom, hogy igaz, de hozzá hallottam cáfolatot, úgyhogy igen. Nem hallottál cáfolatot. Meg jó, egyébként jól is hangzik szerintem. Endre? Az baj, pont most olvastam erről, csak nem emlékszem rá, mi lett az ugye. De felületes volt, és nem is tudom, hogy minek kapcsán jött elő, de én akkor azt mondanám, hogy nem mondta. Kaszinózol, igen. Én is kaszinózom, én az Endrével tartok, nem mondtam. Mert hogy ez, én nekem ez teljesen új volt, kizeteket tényleg nem mondta Mária Antoinette, pedig, hát én szerintem még gimnáziumban is hallottam ezt. Így van. Szerintem igen. Még töri órán is mondtam. Igen, igen, ez egy ilyen nagyon neki tulajdonított, igen. Hát ennyire is lehetett hülye, nem? Tehát, hogy az, igazából ez a helyzet. Csak mondom, a töri tanárom a Nemzeti Múzeum. Szerintem cifrábakat is mondott. Valószínűleg egyébként mondta a cifrábakat, de ez egyébként tényleg nem mondta. Két dolog. Egyrészt nincs rá bizonyíték, hogy mondott volna ilyet, tehát semmilyen írásbeli, vagy semmilyen bizonyíték volt. Ráadásul abban a korszakban, amikor ez történt, volt egy
francia törvény, miszerint, hogyha a pékek nem tudják nyomott áron adni a kenyeret, akkor el kell kezdeni kiárusítani a drágább, briós, meg szóval mindenféle ugyanolyan nyomott áron. Tehát, hogy egyébként akár mondhatta is volna, és ilyen értelemben kellett volna akkor neki mondani, de nincs rá bizonyíték, hogy mondta. Viszont van, aki mondta ezt, Rousseau-nak előtte 20 évvel korábban egy a Vallomások című művében egy ilyen arisztokráciához tartozó kitalált hőse mondta ezt, és nyilván Rousseau-nak ez egy ilyen, tehát ez egy ilyen egy ilyen bombó volt, és akkor ezt így használták. Ezt tulajdonképpen Rousseau írta ezt? Hát ez Rousseau írta le a Vallomások című művében, és később, mikor már vége volt, valószínűleg már napóleoni háborúnak is vége volt, valószínűleg már nem tudom, lehet, hogy harmadik Napóleon uralkodott, tehát lehet, hogy 80 évvel később elkezdték az elitellenes szinonimájaként behozni ezt. Hát az urakodosztály, az szigetelődése a középosztálytól. Szóval tehát ugye ezt nem mondta, én nem sorolom, hogy mennyi helyet találtam, ahol ezt így politikusok, weboldalak. Szerintem ez még a Töri könyve is benne van. Tehát, hogy, és nem mondta, no, most már elég egészen, tehát hogy eléggé biztos, hogy ezt nem mondta. 2019-2020-ban találtam meg erről kutatásokat, tehát ugye viszonylag friss ez a kutatás, hogy valószínűleg nem mondta ezt már Jánkor. Igen. Mert az jutott eszembe, hogy volt-e Kalács abban az időben egyáltalán Franciaországban. Franciául mondom, hogy ezt hogy mondta, Kilmanzsé de la Brioche. És a Brioche, tehát a Brioche fordították magyarra, mint Kalács. Az teljesen jó, igen. Tehát volt igazából a pékeknél, igen. Cukrozott kalács. Akkor ezek szerint a briósban nem brió van. Mert ugye nekem az volt gyerekkoromban, hogy a brió. Igen. És anyukád miért nem vesz briót? És van nekünk egy másik rovatunk. Ugyanis podcastokat szoktunk ajánlani a hallgatóinak. Tehát, hogy valaki ideig eljut, akkor nekik ajánlunk olyan podcast adásokat, amik újak, tehát, hogy nem azt mondjuk, hogy de jó volt a legutóbbi, nem tudom, mi az. Illetve a vendégeinknek bármit mondhatnak a vendégeink, akár a Millás reggelit is. Nem hallották a korábbiak. Azt igaz, ne. De akár a Cyber Threat Reportról is, bár nektek csak 2020-ban volt utoljára podcast adás, utána már csak ajánlotok. Volt kezdeményezés, ha jól láttam, hogy csináljátok saját podcastot. Szóval ti szoktatok-e podcastot hallgatni, és ha igen, ajánlottak-e valami podcastot a hallgatóinknak? Én régebben nagyon rákattantam a BBC-nek a podcastjaira, tök sok érdekes van köztük. Az egyik kedvencem, nem tudom mi a címe sajnos, mert ugye sose jegyeztem meg, de a podcastok között föl most átalakították az oldalukat, és nem is streamelnek úgy, mint korábban, sajnos, mert az összes BBC adás egyébként jó pofa, vannak nagyon jó a Five Live-nak olyan reggeli adásai, ahol kimondottan ilyen London környéki, meg ilyen nagyon bel politikai dolgokkal foglalkoznak, ilyen könnyedebb témát, de van egy filmes podcast, ami biztos, hogy rákeresnek, hogy BBC film podcast, akkor ott többen, ketten-hárman csinálják, és zseniális, aki szereti a mozit és a filmeket, a legjobb, a legújabb bemutatókról beszélgetnek, nagyon-nagyon érthetően, nagyon jól, és egy ilyen jópofa ajánló, miközben a hátterét is megmondják az új filmeknek. Ilyen kulturális, könnyedebb, ezt szoktam. Hát én nem nagyon hallgatok podcastet, a nem nagyon azt jelenti, hogy szinte egyáltalán. Nem. Lesz nekünk heteken belül, már hónapok óta heteken belül lesz. De lesz mint a fúziós energia. Igen. Annak egy kicsit nagyobb az átfutása, de igen. Lesz nekünk is podcastunk, valószínűleg be fog indulni ez. Ajánlanám akkor a CyberThreat Report podcastjét. Majd, de fogjuk inkább a CyberThreat-et, az mindenképpen az egy nagyon jó, és aki teheti, az kezdje el olvasni a CyberThreat-et. Digi, te van új podcast, amit most fedeztél? Az elmúlt egy hónapban, ugye amúgykor felfedeztem egy pár újat, és akkor egyrészt egy csomót meghallgattam belőle, illetve nekem ez a két ünnep közötti karácsonyi időszak, ilyenkor szoktam bepótolni az olvasni valóimat, és én elolvastam három könyvet is. Akkor a könyvet ajánlottam. Hát egyet, a címet sajnos nem tudom. Elolvastam egy Krasznahorkait, hogy a születésnapja kapcsán rájöttem, hogy én nagyon keveset olvastam szinte tőle, és akkor ezért a ellenállás melankóliáját, ami ugye a Werkmeister Tar Béla film alapja, azt azért végigrágtam, nem egy könnyű olvasmány, illetve olvastam egy H. János által fordított, vagy nevével jelzett vietnámi könyvet, vietnám írónak, a sajnos nem tudom a címét, az nagyon-nagyon jó volt. Hát én ugye nekem ez a Scribd, most már valami más neve lett, de az az alkalmazás van, amire én elő vagyok fizetve, ami tulajdonképpen 2001
pár száz forintért. Bármennyit olvashatok? Bármennyit olvashatok, tehát, hogy, és nekem tényleg ez a téli begubózás, egy kicsit erről is szól, hogy a kája mellett olvasok. De mondom egy-kettőt még ezekről a régi. A múltkor felfedezett podcastokba hallgattam. La. Tél van, nincs kert, és ha nincs kert, nem kertészkedek, és akkor nem hallgatok podcastot. És különben is karácsonyi időszak volt, úgyhogy szakácskönyveket forgattam. Nagyon jó szakácskönyveket tudok ajánlani, de szerintem nem annyira érdekli a hallgatóinkat. Eldobom a labdát virtuális, ahogy én közhelyes olyan legyek. Én ijesztően keveset beszéltem ebben a podcastban, hogy most már nem törni meg ezt a szokást. Sajnos nincsen új podcastom. Én nem tudtam ajánlani újon a felfedezetteket, de most megint hoztam kettő podcast. Az Áron állandóan podcasteket hallgat, és munkaközben képes hallgatni, amit egyáltalán nem értek, hogy hogy csinálják. Ez megnyugtató. Ha a szöveget írok, akkor nem tudok magyar nyelvű podcastot hallgatni. Ez azért egy kicsit megnyugtat. Az egyik, az a neve a podcastnak, hogy Első Yard, és nem rendőrök csinálják, de nem tudom kicsinálni, nem néztem utána, hanem belefutottam, és elkezdtem hallgatni, mert hogy nektek mond az a név valamit, hogy Villám Géza? Igen. Nagyon ciki, nem jegyeztem meg az igazi nevét, pedig van neki egy igazi neve, egyszerűen nem jut eszembe. Villám Gézával csináltak interjút, és végighallgattam, úgyhogy feliratkoztam erre a bizonyos Első Yardra. Azért ajánlom, mert tök izgalmas volt, képzeljétek el, ez a csávó, ez Villám Géza, aki nem sokkal idősebb, mint mondjuk én, tehát nem tudom, tízessel lehet talán idősebb, vagy talán még annyival se, hogy ő már 16 évesen a Novotrade-nek programozott mindenféle programokat, és adta el, és onnan lett az első, hát nem 1 millió, mert akkoriban 80-as években nem 1 millióról beszélünk, de hogy ilyen első 10.000 forintjait, tehát hogy onnan indult el neki a karrierre, ez nagyon izgalmas volt így végighallgatni, és tulajdonképpen cápak között is benne volt, mert hogy nagyon jó áron tudtak exitálni különféle vállalkozás volt, tehát a csávó az nagyon izgalmas volt ezt így végighallgatni, te egy nagyon bulogat szakot, te ismered ezt. Ismerem, persze, életét. Hát igen, nem az életét, nem, de találkoztunk, és tudom, hogy nekem annak idején nagyon vicces volt a Bridge-en ment, az a nap hülye telefonja, ezt csinálták, és volt ez a legendás rész, amikor hát kettő, az egyik, amikor ilyen racsoló, rosszul beszélő öreg emberként fölhívta a kínai éttermet, és rendelni akart egy menüt, akkor sírva röhögtem az autóban, emlékszem, az nagyon kemény volt. A másik, amikor rá akarta venni ilyen lányfuttatóként a locsolós kocsikat, hogy húsvétkor menjenek itt a még az annó a Rákóczi út, meg nem tudom merre környékén, és akkor locsolják meg a csajokat húsvétkor. Tehát ez volt a nap hülye telefonja, ez nagyon vicces volt, és én amikor találkoztam vele később, akkor teljesen ledöbbentem, hogy neki van egy tök másik énje, meg sapkája, ez a, amiből hát lényegében megcsinálta az első, meg aztán a többi Yardot is, ami van neki. Igen, szóval, hogy és ha már Novotrade szóba került, akkor itt most mindenképpen meg akarom megkezdeni, hogy hát meghalt Rényi, ugye a Novotrade-nak az alapítója, és ez sehol nem volt a médiában. Most halt meg egy hete, másfél hete. De hogy nem. Benne volt a médiában? Igen. Én egyáltalán nem voltam, de én még érdekes. A buborék. Jó, oké, hát igen, nekem volt egy nagyon rövid kapcsolatom, és nagyon izgalmas fickó volt az a Rényi. Na mindegy, a másik podcast, amit ajánlok, az pedig neked szinte külön, az a nevük, hogy Felütés, őket se vagy hallgattam vissza, hogy ne egyébként milyen típusú podcast, az ragadta meg a figyelmet, hogy a Tool egyik albumáról beszéltek másfél órán keresztül. A Tool az egy ilyen progresszív heavy metal zenekar a 90-es évek, 2000-es évekből, de még mindig aktívak. Igen, tök jó koncertet. Tök jó koncert volt. És jönnek is. Voltak itt nyáron. Én nagyon szeretem a Toolt, és én azt hittem, hogy én nem fogok végighallgatni négy metalos fickót, akik a Tool egy albumáról beszélnek egy óra 40 percet keresztül, de végighallgattam. Az Zsuzsa itt egyre elhűlőbben nézem. Elvesztettél minket, igen. Igen, szóval, hogy akit esetleg ez érdekel, nézze meg a Felütést. Én azt vélelmezem, hogy valószínűleg ők ilyen zene podcast. Én ezt tippelem erről a Felütésről. Na, majd utána nézek. Köszönöm szépen. És meghallgatom a Toolt, mert a Toolt én is szeretem. Én mióta 4 órát hallgattam Kovács Kokó István életét, azóta én semmit nem csodálkozom, mert mérhetetlenül nem érdekel, de aztán valahogy mégis berántott és érdekel. Nekem a kedvenc kifejezésem a Pikpak Gyuszi, én azóta ezt megjegyeztem, ugye a Kovács Kokónak a testvérét hívják. Pikpak Gyuszi? Pikpak Gyuszinak, mert Pikpak Gyuszi mindenki Pikpak lerendez, hogyha arról van szó. Nekem egy, te 4 órát hallgattad, de nekem a világ csúcsom, amikor a Gulyás Marci és Lendvai Ildikó 7,5 órás podcastját végig hallgattam, több részletben, de végig hallgattam.
Hát köszönjük szépen a vendégeiknek, hogy eljöttek. És eltöltöttétek az estét a helyet. Mi köszönjük. Az Áron elmondja, hogy a szokásos, ő mondja a bevezetőt, ő mondja a levezetőt is. Nincs levezető, te mondod most akkor a levezetőt. Én nem tudok levezetőt mondani. Te vagy a mondani. Ceremónia mester. Akkor kedves hallgatóink, köszönjük szépen, hogy velünk voltatok. Itt az asztal, és mind a két vendégünknek, nektek is. Ha tetszett, iratkozzatok föl, ha nem, akkor is írjatok kommentet, kövessetek minket vagy az átlátszó felületein, vagy a saját felületeinken, nyugodtan kérdezzetek tőlünk, most már lehet az Encore felületen is, vagy a Spotify-on is lehet kérdezni, nem csak az Apple-ön keresztül. Viszonylag hosszú adás lett, de talán gondolatébresztőek lehettünk. Én azt gondolom, hogy tudtunk erről beszélni, ez izgalmas, és azt hiszem, hogy elég fontos téma volt, úgyhogy köszönjük szépen. Sziasztok! 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 Oroszország barátilag viszonyul hozzánk, a politika kultúrájuk is közel áll hozzánk. Hogyha az előszobába beengedem őket, biztos vagyok benne, hogy majd nem akarnak többe. Oroszok a házban, buliban, látogatni jöttek. Homlokodon nem értem, hogy miért gyűlnek a ráncok. Lipsi kislányok, ne húzzátok, szálltok rátok. Szállok és majd úgy jártok, mint Oroszországban a puszi rájött. Nagy királyok, tigrise van az elnöknek, despotikus.